idei évben az Infotér egy egész napot szentelt az egészségügy témájának. Mi indokolta ezt a döntést? Ez a döntést három indokkal lehet megmagyarázni. Kezdem onnan, hogy érdekes időket élünk. Egy hónapja nevezték ki az államtitkárunkat, ami véletlenül jelentős változást fog hozni majd az egészségügy és az egészségügy életében is. A másik fő indok az, hogy ebben a hónapban, illetve a jövő hónap végéig befejeződik az a közel 23 milliárd forintos uniós forrásból finanszírozott projekt halmaz lezárása, amelyet az egészségügyi háttérintézmények menedzselnek és átadnak az év végéig. A harmadik indok pedig az, hogy elindulnak a 2014-20-as uniós finanszírozási ciklusnak a projekt előkészítései. Tehát ez a november elejé időzítés, ez gyakorlatilag timingban a legjobb nekünk, és ezért tudtunk megmozgatni olyan szereplőket az egészségügyből, mint például az államtitkár úr, helyettes államtitkár úr, a háttérintézmények vezetői, felső vezetői, és a versenyszféra is elég jelentősen képviseltette magát, ez a majdnem 300 fős rendezvénye. Egy visszatérő témája az Infotér konferenciáknak, most vagyunk a hatodik alkalommal, és egy külön napot szentelt az Infotér annak, hogy az egészségügyről tárgyaljanak, megbeszéljék a legfontosabb kérdéseket. Mi is az oka annak tulajdonképpen, gondolom, valamilyen kardinális változás, vagy egy mérföldkő, egy meghatározó állomás van a háttérben, ami miatt ez a külön nap ez létrejöhetett. Hiszen az elmúlt időszakban közel 23 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés történt informatikai tárgykörben. Ha most ezt le kéne folytani egy másik nyelvre, akkor azt mondhatnám, hogy bokrétavató ünnepségnél tartunk körülbelül. Ami azt jelenti, hogy az egészségügyi folyamatok nagy része elektronikusan lesz majd intézhető a lakosság számára a jövőben. Ami azért izgalmas, mert ezzel kvázi az egészségügyi kormányzat európai vonalába tud kerülni. Meg tudjuk előzni a hasonló államokat. Talán másképpen fogalmazva, inkább dolgós helyet gondolnék magunknak a következő időszakban már. Az előadásában számtalan olyan projektet láttunk a prezentáción, amelyek ebben a 23 milliárd forintban benne vannak. Emeljünk ki néhányat. Mik azok a legfontosabbak, amelyek megvalósultak ebből? A lakosság az egészségügyel kapcsolatos adatait tudja kezelni majd elektronikus úton. Tehát ahogy volt régen, ügyfélkapu volt régebben, ugye, ami működött, amelyen tudta az ügyet intézni a városházán. Most ezzel szemben az összes egészségadatával tud majd gazdálkodni a lakos egy monitor mögött, vagy egy tablet mögött, meg tudja határozni, ki mit láthat ebből, és egyáltalán át tudja tekinteni a saját adatait is majd. Szoftverfejlesztést jelent, vagy eszközfejlesztést is ez a projekt, vagy mind a kettőt magába foglalja, az a jellemző általában, hogy a kettő nincs meg egymás nélkül? Ez egy nagyon komplex dolog, tehát jogszabályokról is van szó, tehát nem csak szoftvert kellett fejleszteni, nem csak kábeleket kellett behúzni, nem csak hardware-termeket kellett fejleszteni, hanem ennek az egésznek a szabályzási részét is meg kellett teremteni. Ez egy olyan infrastruktúra alakul ki, amely hasonló egy metróépítéshez, vagy autópályépítéshez, ha ez nincs, akkor minden működik ugyan, de csak sokkal lassabban. Bokrétavatást említett, mi lesz a következő állomás, mikor érzékelhetnek ebből a betegek már kézzelfoghatóan bármit is? A pilóták tavasszal el fognak indulni. A mostani ütemtervek szerint 2017 közepéig az összes modulnak kötelezően működni kell a magyar egészségügyben. Mai napnak a fókuszában az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben, hogyha jól figyeltem, mit is jelent ez a betűszó, mi mindent foglal magába? Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér jelenti az egészségügyi ellátórendszeren belül az egyes szereplőknek ehhez a térhez való kapcsolódását és a kapcsolódási lehetőségét. Elsősorban gondolok az alapellátásra, szakellátásra, a szakellátáson belül integrált, aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények és a hozzájuk szorosan kapcsolódó járóbeteg szakellátásra, egyetemekre, de nem szabad kihagyni a gyógyszertárakat, és ugye a legfontosabb a beteg, aki ehhez a rendszerhez kapcsolódik, őnek is lesz lehetősége arra, hogy ehhez az elektronikus térhez a saját adatait megtekintendő hozzá tudjon férni. Nem titkár úr az iménti interjúban elmondta az összeget és elmondta a fő célkitűzést. Azt szeretném kérni, hogy egy picit szemezgessünk, hogy ennek a fő célnak az oltárán milyen projektek valósultak, meg mi az, amit ön a legfontosabbnak tart. Három olyan projektet lehet kiemelni, amelyeknek a betűszavait mondhatom, tehát a TIOP 231, 232, 233, de összefoglalva és a lényeget kiemelve. Megteremti ennek az EST-nek, rövidítve, ugye ez az elektronikus egészségügyi szolgáltatói térnek az infrastruktúrája. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a
Az intézményeknek kell legyen egy olyan kommunikációs felület, amin az adatokat egymásnak tudják küldeni, és kommunikálni tudnak egymással. Ehhez egy széles sáv kell, sávszélesség kell informatikailag, ehhez kellenek aktív és passzív elemek, amivel erre rá tudnak erre az informatikai autópályára csatlakozni, és amikor ez a csatlakozás megvan, akkor kellenek bele olyan szoftverek, és kellenek bele olyan alkalmazások, ami az ő egyéni felelősséget transzparens módon tudja nyilvánosság elé tárni. Megint csak azt kérdezem, mire gondolok, arra gondolok, hogy akkor, amikor egy hatósági körgyakorló háttérintézmény közhiteles adatokat szeretne publikálni, akkor erre ebben a formában megvan a lehetősége. Akkor, amikor egy kórház egy másik kórházzal olyan szempontból mondjuk egy távkonzultáció, vagy egy patológiai jeletnek az átküldése, vagy egy távleletezés képalkotó diagnosztikai eljárásnál fölmerül, akkor erre legyen meg a lehetősége. És itt jön be, és itt jönnek azok az alkalmazások, amelyek már a háttérintézményeknél, hatóságoknál, egészségügyi ellátó rendszerben diagnózist, illetve terápiát befolyásoló olyan alkalmazásokat lehet közhiteles felületen alkalmazni, amihez végső soron hozzáfér a házi orvos és maga a beteg is. Államtitkár úr azt említette, hogy januárban indulnak a pilóták, tehát néhány hónap múlva. Gondolom nem egyszerre indul be minden, hanem fokozatos lesz. Mi lesz az első? Melyek lesznek azok az első rendszerek, amelyek tesztelés alá kerülnek? A 2016 évben elinduló projekteknél, amit ki kell emelni, és korábban is szót ejtettem róla, hogy ez a távkonzultációnak a lehetősége, telemedicinális megoldások, az e-beutaló, illetve az e-recept kérdésköre. Az e-beutalónál például a házi orvos a kórházra, kórház rendszerére való feljelentkezéssel lehetőséget kaphat arra, hogy a betegnek az előjegyzését aktívan tegye meg, illetve az e-recept vonatkozásában előbb-utóbb odáig szeretnénk eljutni, hogy ne a zsebbe kelljen a patikába vinni a receptet, hanem ez a megfelelő informatikai rendszerben a patikába csak igazolni kell az, hogy ő járt az orvosnál, és az orvosnál milyen gyógyszereket írtak fel számára, amit ő ott utána meg fog tudni kapni. Hogyan szervezik a mai napot? Délelőtt államtitkár úr nyitott, most már itt vagyunk a délután dereken, és még nincs vége a napnak. És még nincs vége a napnak, hiszen most ebben a szekcióban az Állami Egészségügyi Ellátóközpont egyik záró rendezvénye folyik, a TIOP 233-as projekt, amit közel 5,6 milliárd forintból fejlesztetek, pontosabban most tudtuk meg, hogy történt még egy 2 milliárd forintos ráemelés erre a keretre, tehát így már körülbelül 7 milliárd forintos projekt lezárásáról beszélünk, külön megtiszteltetés nekünk, hogy az Infotér első e-egészségügyi konferenciára hozta az Állami Egészségügyi Központ ezt a rendezvényt. Tehát ezután mi fog következni? Ezután nagyon érdekes előadások fognak jönni ipari partnerek előadásaiban, és egy parás hangulatú kerekasztal beszélgetésre is számítunk, amelyen az ágazati informatika kardinális kérdései jönnek fel, nem a múltból, jelenből, hanem a jövőre vonatkozóan, és úgy gondoljuk, hogy mind a versenyszférát, mind pedig a közigazgatást is ezek a kérdések foglalkoztathatják most a legjobban.